fiam, csak gyűlöljön magában, hogy aki odatérett, belehulladjon. Maga pocsék kedvesen. Csak hajoljon jobban előre, s nézze meg magát a cipőmben. Azt hiszi, nekem kellemes, hogy összenyál az a lábamat? A mocsár levével? Azt akarom, hogy madám szép legyen. Az lesz. Gyűlöl, ugye? Agyonnyom az előzékenységével, az alázatosságával, a gladioluszokkal, a rezedákkal. Túl sok a virág. Haszontalanul halmozzuk. Ez halálos. Szép leszek. Szebb, mint maga valaha is, mert ezzel az arccal és ezzel az alakkal aligha fogja elcsábítani Mário. A nevetséges fiatal teljes megnyugodott, és a felcsinálás... Sosem. Hallgasson ostoba! A ruhámat. Madame a piros ruhát teszik be. És miért? Nem bírom elfelejteni Madame Keblét a bársonyra félni alatt. És a fekete zsebkefék szikrázását végezve Madame áldozatkészségemről beszél. Sóhajtva monszőrnek. Özvegyi alapot a valójában fekete ruhát követelnek. Micsoda? Fejezzem ki magam pontosabban. Értsen a fél szóból. Á, beszélni akarsz? Rendben. Csak fenyeges. Csak sérteges az úrnődet, Szolás. Ugye monszőr bal szerencsére célzott. Nem most kellett volna emlékeztes rám, ostoba. De ezt a figyelmeztetést most aztán a hasznunkra fordítom. Kételkedsz benne? Még nem jött el az exhumálás pillanat. Micsoda szó? Becstelenségemet exhumálás? Adám! Mert feladtam monszőrt a rendőrségnek, mert hajlandó voltam eladni most már kivennék neked szolgáltatva. Pedig tehettem volna rosszabbat is. Jobbat is. Azt hiszed, én nem szenvedtem plét. Kényszerítettem a kezemet, hogy lassan, határozottan, helyes írási hiba nélkül, törlés nélkül megírja a levelet, mely szeretőmet a börtönbe küld. És te? Ahelyett, hogy segítenéd, mit tett hánc neked? Özvetségről beszélsz. Rám kényszerítettel a te színedet. Monszőr nem halt meg téged. Lehet, hogy Monszőr börtönről börtönbe végül fog öltök szigetelni, ahová én, a szeretője, a fájdalomtól félő minden elkísérlek. Ott leszek a menet. Megosztom vele a dicsőséget. Összegségről beszélsz, és megtagadod a fehér ruhámat, a királynőt jártál. Adam a piros ruhát veszik fel. Jó, az ide után. Ó, milyen egyedül vagyok. Látom a szemeden, hogy gyűlölsz. Sorsomra hadsz. Mindenhova elkísérem. Szeretem. Persze. Ahogy az ember az úrnőjét szereti. Szeretsz és tisztelsz. És az adományomat várod, a téged jutalmazó végrendeleti záradékot. Megtenném a lehetetlen persze, is. Persze, a tűzbe ugranál értem. Segíts fel, Adi! Ne érjen hozzám, olyan fenevad szaga van! Hol a fertelmes kamrából hozza azt a szagot, ahol éjjelent az inasok látogatják. Az a kamra. Cselédsz. Manzárd. Csak emlékeztetőül idézem a manzárdok illatát, lét, és az ikerágyakat, ahol két nővér alszik el egymásról álmat. Ott a két vasás, köztük a fenyőkakomód, rajta a szent szűz kis oltára. Így van, ugye? Szerencsétlenek vagyok. Sírni tudnék a folytatni. Tehát így van. Említsük utólag áltatoskodásait, tilthajtásait. Meg sem említem a papírvirágokat, és a szentelkartát. Lét. Nézd ezeket a tiszteleten legyünk cirmokat. Nem vagyok-e a szent szűznél is gyönyörű? Hallgasson. És ott a híres szellőző nyilás, ahonnan egy félmesztelet fejhordó legény egyenesen az ágyába ugrik. Madám téved, madám nem tudom ide. Hova téved a kedve? Nem suttogtam-e elég, de a mosogatóli is üdös tőlük. Mi? Ruhája isteni esését igazít. Menjen innen hízelgő. Hízelgő én. Hízelgőt mondtam. És ha éppen nyafogni van kedve, intézzel a kamrájában. Itt, az én szobámban, csak nemes könyveket küldök. Egy szép nap telehintik majd vele ruhám kuszáját. De az drága könyv lesz. És igazítsa meg az uszály cuka. Ha nem elragadtatja magát. Illatos karjában az őrzőt a ruhát. Elevel, levegek, megülök. És maradok. Anyaklánc, de egyekhez nem marad időnk. Tartsa távol a kezét az enyémtől, az érintése undorító. Nem kell túlozni. A szeme lángol. A mesdje. A korlát, madam. A határok nem konvenciók, hanem törvények, madam. Itt az én földem, ott az ön partja. Micsoda beszéd, fia. Claire, azt akarod mondani, hogy már átkeltem a tengereket?
Képzeleted kétségbejtő számüzetését kínálod. Bosszút állsz, ugye? Már érzed közelít a pillanat, amelyben nem vagy többé cseléd. Élő bosszú állásán változik. De Claire, ne feledd, Claire, hallasz? Ne feledd, hogy a bosszút a cseléd forralta is él. De Claire, te nem figyelsz. Figyelek. Hogy a bosszú és a cseléd mindkettőnek van benne. Én teszem lehetővé számukra az élet, a menekülés ennél. Claire, szörnyen nehéz úrnőnek lenni. Magunkba zárni a gyűlölet minden forrását. Azzá szemétdombá válni, amelyből te kinőlegsz. Minden nap mesztelenül akarsz látni. Szép vagyok, ugye? Szerelmem kétségbeesése még jobban megszépít. De te is tudod, milyen erőre van szükségem. Szerelme? Szerencsétlen szerelmesem is csak az én előkelőségemet szolgálja. Igen. Igen, fiam. Az előkelőségből te nem ismerhetsz más, mint az ellentéget önmagadban. Még nagyobbra nődök, hogy még kisebbé tegyelek is fel magad. Elég! Siessen, készen vagy? Isten? Készen vagyok. Elegem van abból, hogy undor tárgya legyek. Én is különöm magát! Megvetem. Gyűlölöm balzsamos sóhajokat felülhet. Várj. Tomja Ambra. Gyűlölöm. Tán azt hiszi magának minden szabad örökké. Ellophatja Mennyország minden szépségét, és engem megfoszthat tőle. Ellopni a sejmet, a csitkét, a bálcsony, gyengyel megfoszthat tőle. Ellopni a teljes. Hallja be a teljes. A fiatalsága üdesége felizgatta, ugye? Vallja be a teljes, mert Solange fütyül magára. Claire, Solange, Claire. Na persze. Claire van itt. Tisztán. Ragyogon. Hát de azt hittem, megvédik a virágbali párok. Megmenti kiváltságos sorsa a lázadat. Nem számított a cseléd lázadására. Pedig az már beére. Fölöslegessé teszi minden további szavalatát. Lejárasztja. Ez a múlzó. Csak egy szomorú megtírtam. Jól vagy. Jó vicc. Megtírtja. Madám került a tilosba. Arc az illát parancsol, ezt tükröt tessék. A veszély dicsfénnyel vesz körül. És Claire, te csak sötétség vagy. Veszélyes sötétség. Tudom, ismerem a királyát. Elvegyek hát a végsődik. Itt van a fénycseréd, az odaadó szolgálók, vesse meg őket, legyen még szebb. Már nem félünk magától. Egybeolvad. Beborít minket a kipárolgásunk, a maga ellenérzett gyűlöletünk. Kezdünk alapot ölteni, madám. Ne nevessen, áll főleg éges szólásomon, ne nevessen. Szakarodjék! Akkor is szolgálatára, madám. Most visszamegyek a konyhába. Most megtalálom a szájamintét, a lefolyó hal böffenéseit. Magája virág, enyém a lefolyó. Maga. Legalább maga nem szennyezhet bennünket. De mielőtt kimegyek, befejezem a dolgot. Újra a húgom. Vedd fel a saját arcodat.
Mondom, hogy fáradt vagyok, azt csak úgy mondom. Ne használd ki arra, hogy sajnálj. Ne próbálj uralkodni, hogy nem. Hozzá próbálj. A szeretném, ha ilyen jó. Akkor sem tisztelt elemény van, hogy ilyen. Értelek, nem magyarázom. Te megmagyarázom, te megszer. Először is oda a sértegetéssel a teljesen. Ha teljesen nincs sértegetni. Hát te is megkapod tőle a magadat. De te nagyon is boldog voltál. Jó, ez arra vigyázol, hogy minden rendben legyen. Nézd, az ékszerbe hogy itt volt. A szegfűtőn meg a rózsákon, ahogy Monster mondta, mindig ott látni a rózsákon. Nagyon is boldog voltál, hogy belekeveredted a sértéseidbe. Mindig ott látni a magánélet is ritkait. Na miben, miben, ha? Hogy neveznéd el? A szerzartásba? Különben is jön. Jön, mindjárt jönni fog. Ne Solange, most a kezünkben van. Igazán irigyellek, hogy láthattad az arcát, mikor meghallotta a szeretője letartóztatását. Most az egyszer jó munkát végeztem, ismerd el. Nélkülem. Az én főjelentő levelem nélkül sose láthattad volna a szeretőjét bilincsbe. Mádámot könyvben úszva. Bele is halhat. Ma reggel alig állt a lábát. Úgy kell neki. Dögöljön meg! Örökölnék végre. A lábamat ha tenném betöbbélbe a szutykos majzágyban, milyen szakácsa meg az inas közé. Én szerettem a csak azért, hogy ellent mondhass nekem. Ne érzékenyüljön nekem, én olyannak látom, amilyen. Fugykos és végtelen. Nyomorúságos. Hát Istenem, mi is csak nyomorultak vagyunk. Á, ne, ne kezd újra. Hát kiveszélj, ha szabaduljak tőle. Szeretem ezt a manzárdot, mert szűkössége szűkös mozdulatokra kényszerít. Nem kell függönyöket emelgetni, szőnyegen tiporni, bútorokat csimogatni, szemmel vagy portörlővel. Se tükör, se erkély. Semmi sem kényszerít bennünket szélgesztusokra. Légy nyugodt. Továbbra is játszhatod a Mário Antoinettet, sétálhatsz éjjel a lakásban. Megőrültél, sose sétáltak éjjel a lakásban. Hát persze, persze, a kisasszony sose sétált. Függönyve csipkált a koromba burkolózva, ugye? Nézegetve magát a tükörben, az erkényen páváskodva, leköszöngetve hajnali kettőkor az ablak alatt az embereknek. Soha. Á, soha. Solange, nyugodj meg. Már nem alapokban hazajöhet. Végeztem. Adj a tükör. Ó, de nem szívesen látom, ahogy itt fölöl. A mondulat egészen megzavart. Reggel, amikor letartóztatták, Monsört épített a rendőrök elesve. Most megfélsz. Minden mozdulatban a gyilkos látod, aki a cselédlépcsőn át próbál menekülni. Csak gondolod. Csak gondolod, hogy felbosszants. Senki nem szeret. Senki nem szeret minket. Ő szeret. Ő jó. Madame imádtam. Szeret, mint a karosszékeit. Több, mint a vidéjét, mint az árnyékszéke rózsaszín porcelánkagylóját. És mi? Mi nem tudjuk szeretni magunkat. A szenny, ami minden nem szereti a szennyet. És te azt hiszed, én így maradok továbbra, és folytatom a játékot, és éjszakára visszatérek ágyam ketrecébe. A játék! Hát lehet ezt még folytatni? De ha már le se köphetek valakit, aki engem Claire-nek szólít. Saját nyálam fog megfojtani. Én nyugodtan. Beszélj már a jóságáról. Jóságáról, ugye? Bekörül jónak lenni, mosolygós, vagy gyöngén. Á, gyöngépség, amikor tényleg kaptam. De jónak lenni, ha cselébe zembe. Vízzelemi takarítás, meg mosogatás közben. Úgy rázni a tolsőprit, mint a struszkegyezőt. Elegáns mozdulattal fölkötni a darabcipét. Vagy pedig, akárcsak te. Éjszaka fényűző történelmi felvonulásokat rendezni Madame Laposztályában. Solange, már megint? Azt hiszed, vádaskodások fog bennünket lecsillapítani? Rólad még szebbet is mesélhetünk. Te? Te? Éppen, hogy én. Ha akarnám. Mert végül is... Végül is mire célzol? Te beszéltél nekem arról az emberről. Fél gyűlöllek. Kölcsönös. De nekem nincs szükségem a teljes ürügyére, hogy megszégyenítselek. Jobb érvem is van. Te is tudod. Kettőn közül ki tudja a másikat jobban megszégyenítani, ami az habozol. Csak próbáld meg. Kezd, csak kezd. De te megtudtam, hogy Solange. Nem lehet megvádolni a legsúlyosabbal, a leveleidnek. A manzárszoba szinte elvonult írás próbálni kell. A sok papírlap össze legszörnyűbb és leggyönyörűbb történeteket találtam ki. És mindegyiből te húztál hasznot. Te tékozottad az énem tündetemet. Tegnap, mikor te voltál Madame, megfigyeltem, milyen élvezettel használtad fel azt a lehetőséget, hogy titokban a hajóra szök. Elmenekülj Franciaországból, elkísérd a szeretetet az örkösszüveket Diana-ba. Boldog voltál, mert a leveleim jó voltából lehetőséget nyílt rá, hogy a tolvaj alázatos tétára vész. Boldog voltál, hogy odakozhatod magad a fegyőröknek, hogy valami könnyít a helyzetét. Gondolkod a pálmafák körél. Mi szentség most arról beszéltél, hogy utána... Úgy van, nem tagadom. Ott folytatom, ahol te, abba adtad. De kevesebb szenvedélyed, mint te. A manzártokában
és már úgy táncoltál, mint hajó a habokon. Te nem ismered magad. De igen. Én vagyok a tisztában nápó. A témát te találtad. Csak látnád magad, Zola. Az arcodon még az őserdei naplemente visszénye látszik, hogy killó. De légy nyugodt. Kár lenne egy ilyen gyönyörű utazást megzavarni. Másokból gyűlöllek. Te is tudod. Nem félek tőle. Ismerem a gyűlöletedet, az álnokságodat. Na jól vigyázz. Én vagyok az idősebb. Na és, jelent az valamit, hogy idősebb? Hogy erősebb? Kényszerítesz, hogy a férfiról beszél csak azért, hogy eltereld a figyelmemet. Azt hiszed, nem lepeznek le? Megpróbáltad megölni. Vádolsz? Ne tabadd. Láttam. És féltem. Féltem, Solange. Rajta keresztül rám célzol, én vagyok veszélybe. No is? Igen, megpróbáltam. Meg akartalak szabadítani. Már fuldokoltam attól, hogy fuldokolni, pirulni, zöldöni, rothadni láttalak annak a nőnek minden jó és rossz szavára. Tégy szemrehányás. Igazad van. Túlzottan szerettelek. Ha megöltem volna, te lettél volna az első, szóval aki feljelent. Te adtál volna rendőrkézre. Mitől félsz? Rólam van szó. Szóval zsugod. Nem öltem meg senki. Gyáva voltam értem. Megtettem, amit lehetem. Te megfordult álmában. Halkan lélegzett, a takaró emelkedett madámból. Hallgass! Hallgassak! Mi tudni akartad hát? Csak figyelnék, nem fejeztem be. Legalább megtudod, milyen a nővéred. Milyen agyagból gyúrják a cseléde. Meg akartam fordítani. Gondolj arra, milyen utána. Semmi. Elegem volt abból, hogy a kapadó képzeljön. A tempóka vagy az apát a főnök, hogy iros vásnő zsámolja lesz az enyém, hogy a bűnbánó képadlata. De legalább nemes lesz a magatartásom. Hát nem látod? Nem látod, hogy ő milyen jól bírja a szenvedést? A fájdalom mennyire átszelvít? Akkor megtudta, hogy a szeretője ellenszegült a rendőröknek ujjongott. Most ő az elhagyott nő, aki kétfelől támogat figyelmes fájdalmait mélyen átérző két cselédje. Nem vette észre? Fájdalma csillog égszereisejmében, ruhágy titkéjében, csillára kristályaiban. Miért? Fájdalmam szegényességét akartam kipótolni bűnömnök személyiségével. Utána felgyújtottam volna. Szóval nővérkény, nyugodj meg. A tűz talán meg se gyulladt volna. Rájöttek volna, tudod, mi vár a gyújtogatókra. Minden fülem mindig a kulcsukomhoz. Többet hallgatóztam minden cselédnél. Gyújtogató! Csodálatra méltó! Hallgass! Megfulladok! Megfulladok! Nézd meg, forr-e a víz! Kértelem vagy ilyen szörnyűket.
Na, nekem még sikerülhet. Ezért ne izgass fel magad, ne bocsátkozz kalandokba. Mit képzelsz, micsoda kalandokba? Először is ne keverd össze a hajtüdet az enyémmel. Különben keverd. Keverd szutykodat a szutykomhoz, keverd mocskos göncedet az én rongyaimhoz. Keverjünk össze mindent, majd állat belőle a jó cselédszak. Monször hamar lelephez bennünket, s meghalunk szégyenre halmozott szégyenünket. Mindenre képes vagyok, tudod. A méreg. Igen, beszéljük meg nyugodtan. Megpróbáltál fölém kereket. De Solange! Pardon! Én Claire vagyok. Tudom, mit beszélek. Elegem van abból, hogy pók legyek, hogy esernyőtök, hogy Isten és család nélküli aljas apáca legyek. Elegem van abból, hogy a sparhed legyen az oltárom. Én vagyok a fekete, a romlott, a mocskos, a te szemedben is. Claire, idegesek vagyunk, madam Kési. Én sem bírom tovább. Nem bírom tovább a hasonlóságokat, a fekete ruhámat, a harisnyámat, a kezemet. Nem teszek neked szelhányást, fugottkám. Szeretnék neked segíteni. Szeretnélek megvigasztalni, de tudom. Undorogsz tőlem, utálsz engem. Tudom, mert én is undorodom tőled. A szeretet a szolgaságban nem szeretet. Igen. Itt tartok. Elegem van ebből az ijesztő tükörből, mely úgy veri vissza a képemet, mint valami rossz szagot. Te vagy a rossz szagom. Hát én készen vagyok. Harapásra készen. Megszerzem a koronámat, sétálhatok a lakásban. Nem örhetjük nagyon semmi zsérjét. Igazán? És miért ne, ha szabad kérdezem, és mi másért? Nem elég, hogy megbeszélni a teljes, aki nevetve megy át manzárszobánkon. Ma este madám megszégyenülésű tanú lesz. Könnyes kacagással, sűrű sóhajokkal. Hát nem. Én adom be a mérget, amelyhez neked nem volt elő. Most rajtam a sor, hogy uralkodjam közöttek. Soha. Add ide a törülközőt, add ide a csiptetőket, kapad le a répát, húzold meg a hagymát, most fel a padlót, hát ennek vége. Vége. Ezután én döntök a világ felett. Én nem tudod, mit kell tenni, a dolog egyszerűbb is, nehezebb is. Olvassuk a szent keresztendi apát a történetét, tehát én 20 napra valahogy nézzük. Ez itt járja, tagad kívülök. De a bűn felé szinte a költő. Olvassuk Álvanárez hercegnő történetét, aki megjogott a férjét és a szeretét. Kidugaszolt üveggel nagy keresztet rajzolt a teás csizmét. A holttestek előtt a halál van, és a távolban saját maga fürge szélsodott a kép. A földi kétségbeesés minden mozdulatát végigjátszott. És a gyermekeit megmérgező Verona Márkiról szóló könyvben az van, hogy szeretője kísértete támogatta az Márkiszen. A teljes kemény karjatok támogatni. Ő nem fog meginogni. Mondj segít! És később, Solange, ha tovább kell menni, ha egyházba kerülök, velem is. A menekülés, amit másnak készítettél elő, engem fog szolgálni. Mi lesz ott az örök életű pár? Solange, mi ketten a bűnös és a szent örök életű párja. Megmenekülünk, Solange, megmenekülünk, esküszöm neked! Pihenj, pihenj ki magad, ha bocskálj. Mondj rá szemem rá, mert... Kartvilágot, kábító rózsaszínben és mimóza. Hajnal előtt kell a vásárcsarnokba rohanjanak, hogy olcsóban hozzájössön. Madam nem fázol. De Solange, nagyon fáztam. Egész éjjel folyosókon csatangoltam. Fagyos, márvány, merev arcú embereket láttam. De legalább megláthattam.
Épp most váltam el az egyik tisztviselő feleségétől. Blair? Éppen Madame teáját készítik. Siessen. Jaj, szépenem a teámat kérni, amikor Monsieur oly magányos. Senkie, semmie, se ennivalója, se dohánya. Monsieur úgy sem maradott sokáig. Hamarosan rájönnek, hogy nem bűnös. Ha bűnös. Én nem tudom először. Látom, hogy kérdés. Az ilyen pillanatokban érti meg az ember, mennyire szeret valakit. Én se hiszem, hogy bűnös volna. De ha az volna is, a bűntársa lennék. Elkísérném Guyanába, el Szibériába. Ne veszítse el a fejét. Láttam én már felmenteni súlyosabb bűnöseket is a provinciás kötszékben. Te bíróságon jártál, te? Csak olvastam. Monsieur esete példát. Ostoba lopásokkal gyanúsítják. Tudom, hogy tisztázni fogja magát. Csak azt akarom mondani, hogy ez a hülye história tette nyilvánvalóvá számomra. Mennyire ragaszkodom hozzá. Ami történt, nem komoly. De ha az volna is Solange, mi örömmel vinném vele a keresztjét. Állomásról állomásra, börtönről börtönre kísérnék. S ha kell, gyalog, s egészen a fegyesztelepig. Nem engednék meg. A banditákat sem az anyjuk, sem a nővérük, sem a feleségük nem kísérhetik. Az elítélt már nem bandita. Különben is. Kikért?